Üdvözlök mindenkit! Ez a videó egy pszichológusoknak statisztikát oktató kurzusomhoz készült. A felvételek tökéletesen le fogják fedni az órákon hallottakat, és Excel, valamint SPSS ismereteket fognak tartalmazni. Mind a két témánál a legalapabb alapoktól fogok kezdeni, de a videó leírásában szerepel, melyik rész volt tárgyalom. Ha az eleje valakinek túl egyszerű, az nyugodtan ugorjon az őt érdeklő részhez. Az első statisztikai próba, amivel meg fogunk ismerkedni, az a korreláció számítás lesz. A korreláció két változó közötti lineális összefüggést mér. A definícióban három fontos kritérium is elhangzik. Egyrésztről a korreláció számítás mindig két változó közötti kapcsolatról szól, ezen kívül lineális összefüggést mér, tehát csak olyan változókat érdemes korreláció számítással vizsgálni, olyan változók közötti kapcsolatot érdemes így vizsgálni, melyek lineális kapcsolatban vannak egymással, tehát a kettőjük kapcsolata egy egyenessel leírható, és ezen kívül a korreláció az mindig csak együttjárást fog vizsgálni, soha nem okokozatot. Tehát mindig csak azt fogjuk tudni megmondani, hogy az egyik változó változásával a másik változó milyen szorosan, másik változó változása milyen szorosan jár együtt, de a korreláció számítás egyáltalán nem enged minket arra következtetni, hogy az egyik változó okozná a másikat, vagy éppen fordítva, sem magára arra, hogy van-e egyáltalán okozati kapcsolat, sem annak irányára nem lehet a korrelációból következtetni. A korreláció lehet pozitív, lehet negatív, és lehet olyan, hogy nincs a két változó között kapcsolat. Pozitív akkor, hogyha az igaz, hogy minél inkább A, tehát az A értéke minél nagyobb, annál inkább nagyobb a B értéke. Negatív a kapcsolat két változó között, akkor, hogyha az A értékének növekedésével a B értéke csökkenni fog. Két mérőszámot fogunk megtanulni, az egyik a kovariancia, a másik pedig a korrelációs együttható. Az ábrákon bemutattam néhány tipikus kapcsolatot. Láthatunk egy erős pozitív korrelációt, egy gyenge pozitív korrelációt, negatív erős korrelációt és gyenge korrelációt. Ezen kívül láthatunk olyan esetet, ahol nincsen korreláció a két változó között. Bár már volt erről szó korábbi videóban, most is kiemelném, hogy a korreláció erősségéről nem az fog nekünk információt adni, hogy az egyenes, amely a kettő változó közötti kapcsolatot leírja, mennyire meredek. A meredekségnek semmi köze ahhoz, hogy a két változó milyen erősen van egymással kapcsolatban, hanem a két változó közötti kapcsolat erősségét abban látjuk, hogy az egyenes mennyire képes jól leírni az adatpontokat. Mennyire követik jól az adatpontok az egyenest. Láthatjuk ott, ahol erős pozitív vagy erős negatív korreláció van, hogy a pontok teljesen ráfekszenek az egyenesre, igazából az X változó szinte tökéletesen be tudja jósolni az Y változó értékét, láthatjuk egy kisebb X értékhez, egészen pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy körülbelül milyen Y érték fog tartozni, egy másik X értékhez megint csak pontosan meg fogjuk tudni azt mondani, majdnem pontosan meg fogjuk tudni azt mondani, hogy milyen Y érték fog tartozni. Ezzel szemben, ha megnézzünk egy gyenge korrelációt, azt láthatjuk, hogy az adatpontok még mindig közel helyezkednek el az egyeneshez, viszont az egyenes már nem tudja tökéletesen leírni azokat, szóródnak az egyenes körül. Ebből az adódik, hogy az X értéke az még mindig valamennyire be tudja jósolni az Y értékét, viszont az Y értékében marad valamennyi játék, ugyanahhoz az X értékhez többféle Y érték is tartozhat. Tehát nem az egyenes meredeksége fogja nekünk megadni azt, hogy mennyire erős egy kapcsolat, hanem azt, hogy ezzel a lineális egyenes mennyire tudja jól lefedni az adatpontokat a vizsgálatunkban. A kovariancia az X értékek eltérése az X átlagától, megszorozva az Y értékének eltérésével az Y átlagától. Ennek megfelelően, hogyha amikor az X nagyobb, mint az X átlaga, és az Y is nagyobb, mint az Y átlaga, vagy pedig az X kisebb, mint az X átlaga, és az Y is kisebb, mint az Y átlaga, akkor pozitív,
kapcsolatról tudunk beszélni. Amikor viszont épp fordítva van, tehát amikor az x nagyobb, akkor az y kisebb, és amikor az x kisebb, akkor az y nagyobb, akkor pedig negatív kapcsolatról fogunk tudni beszélni. Nézzük meg pontosan azt, hogy hogyan is számolódik ki a kovariancia. Láthatunk két változót, a lelkesedést és a munkát első esetünkben, és ennek a két változónak vagyunk kíváncsi a kapcsolatára. Felvettünk 7 darab személytől adatokat arra, hogy mennyire lelkesek és mennyire eredményesek a munkában. Első lépésben kiszámoltuk az átlagos lelkesedést, az első mintánkban 4,85 lett a lelkesedés átlaga, és kiszámoltuk az átlagos munkateljesítményt is, a munka átlaga 4,57 lett. Ezek után megnéztük minden egyes emberre azt, hogy az ő értéke mennyire, milyen irányba tér el az átlagos lelkesedéstől és az átlagos munkateljesítménytől. Lássuk ezt az első szemét. Azt látjuk, hogy az ő lelkesedése 5-ös értéket vesz fel. Ez egy kicsit nagyobb a 4,85-ös átlagnál, tehát hogyha az ő értékéből kivonjuk az átlagot, akkor egy pozitív számot fogunk kapni. A munkateljesítménye az 4, az pedig egy kicsit kisebb a 4,5-ös átlagos munkateljesítménynél. Ha az ő munkateljesítményéből kivonjuk az átlagot, akkor pedig egy negatív számot fogunk kapni. Ha a pozitív számot, amit a lelkesedésénél különbségként kaptunk, és a negatív számot összeszorozzuk, akkor a kettő együtt egy negatív szám lesz, ezt leírtam alá. Nézzünk valaki mást, nézzük meg mondjuk a harmadik embert, nála azt látjuk, hogy az ő lelkesedése 10-es, amiből ha kivonjuk az átlag 4,85-ös lelkesedést, átlagos lelkesedést, akkor egy pozitív számot fogunk kapni, és ha megnézzük a munkateljesítményét, 11 a munkateljesítménye, ezt kivonjuk az átlagos 4,57-es munkateljesítményből, szintén egy pozitív számot fogunk kapni, összeszorozunk két pozitív számot, akkor továbbra is egy pozitív szám lesz, ez az, amit leírunk. Nézzünk valaki mást megint, nézzük meg az 1, 2, 3, 4, 5. embert, az ő lelkesedése 1. Azt, hogyha kivonjuk az átlag, abból, ha kivonjuk az átlagos lelkesedés értéket, a 4,85-öt, akkor egy negatív számot fogunk kapni. Nézzük meg a munkateljesítményét, a munkateljesítménye is 1. Abból, hogyha kivonjuk az átlagos munkateljesítmény 4,57-et, akkor megint csak egy negatív számot fogunk kapni. Összeszorzok egy negatív számot egy negatív számmal, akkor egy pozitív számot fogok eredményül kapni. Ez az, amit leírok. Ezt a számolást elvégzem minden egyes emberre, és azt látjuk, hogy a legtöbb szám, ami kijött eredményül, az valamilyen pozitív szám lesz. Ebből azt fogjuk látni, hogy amikor az x változó az átlagnál nagyobb, akkor az y változó is általában nagyobb az átlagnál, amikor az x változó kisebb, akkor az y is kisebb. A két változó között pozitív együttjárás figyelhető meg. Most nézzük meg a második esetet, a lustaság és a munka kapcsolatát. Azt látjuk, megint csak kiszámoltuk a lustaság átlagát, ezen a mintán a lustaság átlaga 4,57, és a munka átlaga az pedig 8,14 ezen a mintán. Nézzük meg az első szemét, az ő lustasága 2-es értéket ér el. Ez alacsonyabb az átlagos lustaság értéknél, ezért, hogyha az átlagot kivonjuk az ő lustaságából, akkor egy negatív számot fogunk kapni. A munka teljesítménye az 9, az egy kicsit jobb az átlagos munka teljesítménynél, ezért, hogyha kivonjuk az ő értékéből az átlagot, egy pozitív számot fogunk kapni, összeszorzunk egy negatív számot egy pozitív számmal, akkor egy negatív számot fogunk kapni. Ezt leírjuk. Nézzünk valaki mást. Nézzük meg, ott van a harmadik személy, az ő lustasága az az átlagnál nagyobb, az átlagnál jobban lusta, ezért, hogyha kivonjuk az ő értékéből az átlagot, egy pozitív számot kapunk. A teljesítménye viszont az átlagnál rosszabb, hogyha kivonjuk az átlagot a teljesítményéből, akkor egy negatív számot fogunk kapni. Összeszorzunk egy pozitív számot egy negatív számmal, akkor egy negatív számot kapunk eredményül. Nézzünk meg még egy utolsó szemét, nézzük meg
az utolsó személy, ő az átlagnál kicsit lustább, viszont az átlagnál jobban teljesít. Egy negatív számot fogunk összeszorozni egy pozitív számmal, megint csak egy negatív számot kapunk eredményül. Ha kiszámoljuk ezt mindenkihez, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb szám, amit ezáltal kapunk, az egy negatív szám lesz. Ennek megfelelően a lustaság és a munka között negatív összefüggést fogunk tudni mérni. És akkor nézzünk meg utoljára magasságot és munka kapcsolatát. Azt láthatjuk, megint csak kiszámoljuk az átlagát a magasságoknak, és kiszámoljuk a munkának az átlagát. És hogyha ugyanígy kivonogatjuk minden egyes személynél az átlagot az ő magasságukból és a munka átlagát az ő munkateljesítményéből, akkor a számok egy része pozitív lesz, egy másik része pedig negatív lesz. Nincsen egyértelmű tendencia, hogy itt csak pozitív számokat vagy csak negatív számokat látnánk. Egy része pozitív, másik fele pedig negatív. Ez arra fog nekünk információt adni, hogy a két változó között nincsen kapcsolat. Tehát még egyszer, hogyha a kovariancia értéke negatív, akkor a két változó között negatív a kapcsolat. Ha pozitív a kovariancia értéke, akkor a két változó között pozitív kapcsolatot feltételezhetek. És hogyha a kovariancia értéke nulla körüli, akkor pedig azt feltételezhetem, hogy nincsen kapcsolat a két változó között. Láthattuk, hogy a kovariancia értékéből következtethetünk arra, hogy a két változó között pozitív vagy negatív összefüggés van. Miért kell akkor nekünk plusz egy mutató, a korrelációs együttható, miért nem elég pusztán a kovariancia értéke? Azért, mert a kovariancia értékéből csak a két változó közötti kapcsolat irányára tudunk biztonságosan következtetni, a két változó közötti kapcsolat erősségéről nem ad semmilyen információt. Ez azért van, mert ha visszaemlékeztek arra, hogyan számolódik a kovariancia értéke, ugye összeátlagoljuk ezeket a számokat, de az, hogy ezek a számok, amiket összeátlagoltunk, ezeknek az értéke mekkora, az attól függ, hogy az eredeti értékek milyen távol vannak az átlagtól. Hogyha a két változó szórása nagy, akkor természetesen az átlagtól való különbségük is nagy szám lesz, az átlagtól való távolságuk is nagy szám lesz, és ha a nagy számokat szorzok össze, akkor természetesen itt is nagy számok fognak megjelenni. Ha a változók szórása kicsi, akkor meg természetesen az átlagtól való távolság is kicsi lesz, és abban az esetben a itt jelenlévő megjelenő szorzatok is kicsi számok lesznek. Tehát a kovariancia értéke, ami ezeknek a számoknak az átlagából jön ki, az nem pusztán a két változó kapcsolatának erősségét tartalmazza, hanem ugyanúgy befolyásolva van a két változó szórása által is. Éppen ezért kell nekünk egy olyan mutató, melyből a két változó közötti kapcsolat erősségére is következtethetünk. A korrelációs együttható a kovariancia egyfajta standardizált változata lesz. A kovarianciát el fogjuk osztani a két változó szórásával. Ezáltal kiköszöböljük azt, hogy a kicsi skálák mentén a kovariancia értéke kicsi, a nagy skálákkal dolgozva pedig nagy. A korrelációs együttható értéke már tisztán a két változó kapcsolatának erősségéről fog szólni. Értéke mínusz 1 és plusz 1 között fog változni, mínusz számot akkor fog fölvenni, amikor negatív a kapcsolat két változó között, plusz számot akkor fog fölvenni, amikor pozitív a két változó közötti kapcsolat. Nulla értéket akkor vesz fel, amikor nem feltételezhetünk együttjárást a két változó között, és minél inkább közelít az értéke mínusz 1-hez és plusz 1-hez, annál erősebb kapcsolatot fogunk a két változó között találni. Egyet akkor fogja elérni, amikor tökéletes az együttjárás két változó között, tehát az adatpontok tökéletesen ráfekszenek egy egyenesre,
Ilyet akkor fogunk tapasztalni, amikor például korreláltatjuk a magasságot milliméterben és centiméterben, akkor természetesen a két szám tökéletesen együtt, a két változó tökéletesen együtt fog járni egymással, ebben az esetben a korrelációs együttható 1 lesz. A korrelációs együtthatót, a korrelációt gyengének fogjuk tekinteni, akkor, hogyha a korrelációs együttható értéke plusz-minusz 0,1 alatti, mert 0 és plusz-minusz 1 közötti érték, közepes korrelációról beszélünk plusz-minusz 0,3-ig, és erős korrelációról plusz-minusz 0,5-ig.